Ezen a héten már a megszokott környezetben a nyíregyházi úszoda versenymedencéjében gyűjti a kilométereket Barna Bianca. A fiatal úszónő Teneriféről tért haza, ahol 3 héten keresztül a magyar válogatott tagjaként edzőtáborozott. A nyitott medencében úsztunk, egyébként nagyon-nagyon jó medencének nyilvánítja így mindenki így az úszók közül, illetve teljesen felszerelt konditerme is volt, szerintem a felkészülés így nagyon jól alakult. Azért a nagyobbakkal, mint Milák Kristóffal, Kapás Boglárkával így nem tudtunk együtt edzeni, így inkább a saját korosztályommal úsztam együtt, de igen, voltak olyan feladatok, amiket együtt csináltunk meg, és így szerintem jó volt látni, hogy mások hogy edzenek. Mint Bianca edzője, Urvin Tamás elmondta, nem csak tanítványa, hanem ő is sokat tanult az edzőtáborban eltöltött napok alatt. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá is, és a csapatra is. Nem kell többet mondanom, a magyarok közül ott volt a Milák Kristóff, ugye a Márton Ricsi és Senánszky Petra, a Verrasztó Evelin, tehát a női vonalon is ott voltak a legnagyobb felnőttek, illetve hát érkezett a Jakabos Zsuzsa, a Szabó Sebastian. Emellett külföldiek, az olasz válogatott, német válogatottból cserélődtek a csapatok, Chad Leclos-val találkoztunk, nagyon közvetve és nagyon jó hozzáállású úszó. Én úgy gondolom, hogy ez is óriási lökést adhatott. A másik bizony, belenéztünk a szakmai munkába, főleg edzőként, ugye ott maradva két hullámba edzettünk, úgy volt a pályabeosztás, az ifik és az ifi korúak voltak az első hullámba, felnőttek második hullámba, és ott maradtunk, ugye a felnőttek munkájába volt belelátásunk, hát lehetett tanulni. Bianca ezekben a napokban az edzőtáborhoz képest már könnyített edzéseket végez, a csúcsformát a jövő heti országos bajnokságra időzíti a páros. A szintúszó kvalifikációs verseny már az ifjúság Európa bajnokságra. Én nagyon szeretném, ha egy, de legalább két számban B, illetve A szintet tudnánk úszni, 100 mellen, 200 mellen. Az 50 mell az mindig egy lutri szám, bármi közben jöhet, de ott se kizárt. Én úgy gondolom, hogy ha egy vagy két számom át szintet tudunk úszni, akkor a maradék kvalifikációs verseny meg lesz a többi is. A végig hazai környezetben készülő Stankovics Anna az országos bajnokságon akarja az első lépést megtenni a párizsi olimpia felé vezető úton. Mivel nekem az 50 gyors, ez egy viszonylag új szám, igazándiból azt tűztük ki célul, hogy tényleg lépésről lépésre szeretnénk haladni, semmit nem szeretnénk sietetni, és azt gondolom, hogy még nem feltétlenül tartunk ott, hogy egyelőre abba gondolkozzunk, hogy ezen az UB meg lehet-e az olimpiai szint, próbálunk építkezni, és a végére oda kerülni. A jövő szerdán kezdődő Kaposvári Országos Bajnokságra 4 női és 4 férfi versenyzőt nevez a Nyíregyházi Sportcentrum. Köztük lesz az Egyesült Államokban tanuló Hatházi Dóra is.